Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, Novák Előtt képviselő úr, a Mi Hazánk. Képviselője interpellációt nyújtott be a honvédelmi miniszterhez, hajlandók-e belátni a kötelező COVID-oldásokkal kapcsolatos hibáikat címmel. Tisztelt képviselő úr, Gion Gábor államtitkár úr fog önnek válaszolni. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a COVID diktatúra legdurvább oltásra kényszerítése a honvédségben volt, hiszen aki a kísérleti vakcinákat visszautasította, azt rendelkezési állományba helyezve illetmény vagy fizetés nélküli szabadságra küldték egy évre, de leszerelési tilalommal is sújtották őket, sőt, a másodállást sem engedték nekik. Magyarul haljanak éhen a családjukkal együtt. Pálóczi Zoltán százados úr fogta össze az oltást elutasítókat, kisúgták őt a honvédségből, most itt a karzaton várja ő is a válaszokat. Minek minősült a 2021 novemberében a honvédség állományilletékes parancsnokai által kiadott felhívás a COVID-19 védőoltás felvételére című ügydarab? Parancsnak? Ha parancsnak minősült, miért kellett a katonáknak és a honvédelmi alkalmazottaknak hozzájárulási nyilatkozatot kitölteniük az oltásnál? Mit akart a hozzájárulási nyilatkozat? Önkéntes felelősségvállalást, mint a civileknél? Hogy adhatta ki egyszerre egy parancsot és a katonák kezébe kitöltésre hozzájárulási nyilatkozatot, mikor a honvédelmi törvény is kimondja, hogy a parancsnok felelősséggel tartozik a kiadott parancsért? Megkérem, hogy ne jöjjön azzal, hogy az csak egy táblázat volt, amit ki kellett tölteni az esetleges betegségek jelentése miatt, amikor többfajta okmányminta volt köztük, olyan is, amin le volt írva, hogy önként vállalom. A katonák nem csak honvédségi oltópontokon oltattak, tehát töltettek ilyen papírt. Kaptak-e teljes körű tájékoztatást a katonák és a honvédelmi alkalmazottak arról, hogy mellékhatások esetén hogyan kezeli őket a honvédség? Tájékozódott-e arról a HM vagy a honvédség a beadatás előtt, hogy milyen közép- és hosszú távú kockázatai és mellékhatásai lehetnek a COVID-19 elleni vakcináknak az érintett állományra nézve? Tisztában vannak-e azzal, hogy több NATO hadsereg elismerte a COVID-19 elleni vakcinák káros mellékhatásait, például az USA-ban is? Jelentős számú vakcinával oltott katona pereli a vezetés az elszenvedett mellékhatások miatt, például Kanadában és Norvégiában. Ugyanolyan oltásokat használtak, amelyekkel a magyar katonákat is beoltották. Ki a felelős az oltás elrendelésért? Az akkori honvédelmi miniszter? Az akkori MHP parancsnok vagy az állami állományilletékes parancsnokok, mint közvetlen munkáltatók? Ha nem volt parancsba adva, miért rúgták ki az oltatlan katonákat és a honvédelmi alkalmazottakat egy nappal az oltás kötelezettség megszüntetése előtt? Több tagországban, bíróságban támadják az oltási parancsot, például Észtországban és Kanadában, illetve visszavették a leszerelt oltatlan katonákat, például Olaszországban, vagy készülnek visszavenni őket, mint például az Egyesült Államokban, legalábbis a republikánusok. Magyarország viszont nem. Tervezi tehát a HM, illetve a honvédség a COVID elleni vakcinák újra kötelezését az új variánsokra való tekintettel. Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válasz, mint említettem, Gion Gábor államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, államtitkár úr, önél. Tisztelt elnök úr, országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Ebbe a témába feltett szóbeli kérdésére ő már kapott választ, de nem lepődünk meg, hogy újra ezt az ügyet érinti. Hiszen képviselő úr is, és pártjának oltás ellenessége közismert. Ha önökön múlt volna, akkor jóval több magyar ember esett volna áldozatul a koronavírus világjárványnak. Felhívom a figyelmét arra, hogy a Magyar Honvédség kötelességének érzi, hogy garantálja minden szolgálatot teljesítő katonájának egészségét, biztonságos körülményeit, ezáltal a közösség védelmét. A Magyar Honvédség átoltottsága és védettsége biztosíthatja a feladatok végrehajtását és a hadrafoghatóságot, ezért a katonák egészségének megóvása érdekében a mindennapok részét képezik a szigorú járványügyi intézkedések. A Magyar Honvédségbe alkalmazott védőoltások az önállításával szemben nem kísérleti oltások, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezéstudományi Intézet által engedélyezett oltóanyagokkal történtek, melyek Magyarország COVID-19 elleni oltási programjába is szerepeltek.
Elismerés és köszönet illeti azokat, akik saját maguk, bajtársaik és családtagjaik biztonságát szem előtt tartva felvették a védőoltást, ezzel óva is biztosítva a Magyar Honvédség működőképességét és azt, hogy készen álljon az ország a hazavédelmére. Tájékoztatom továbbá, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet megszüntetésével egyidejűleg a katonák oltási kötelezettsége is megszűnt, erre való tekintettel a koronavírus elleni védőoltás felvétele, az oltottság jelenleg nem feltétele a Magyar Honvédséggel történő jogviszony létesítésnek, az állományba vételnek. Annak ellenére, hogy volt egy jogi kötelezettség az oltás felvételére, maga az egészségügyi beavatkozás nem történhet és nem is történik kényszerrel. Köszönetemet és tiszteltemet szeretném kifejezni mindazért a munkáért, melyek katonáink végeznek a hazaszolgálatában. A Magyar Honvédség számára a jövőben is kiemelten fontos lesz a magyar állampolgárok biztonsága. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr! Megkérdezem Novák előtt képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsoljon! Államtitkár úr, nagyon sajnálom, hogy az időkerete felét használta csak ki, meg sem kísérelt választ adni a kérdésekre, ezért nem tudom elfogadni ezt az úgynevezett válaszát, hiszen nem tudtuk meg többek közt, hogy egy nappal az oltási kötelezettség megszüntetése előtt miért szerelték le, illetve szüntették meg az érintettek munkaviszonyát. De az sajnos látszik a mellébeszélésből is, hogy a nemzetközi példák ellenére nem hajlandók kártalanítani az érintetteket. Államtitkár úr, tudja, roppant nagy felelőtlenség volt a honvédelem ügyét kockáztatni kísérleti szerek, ideiglenes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező vakcinák rákényszerítésével a magyar katonákra. Főleg annak tükrében, hogy közvetlenül az oltások után eszkalálódott az orosz-ukrán konfliktus, és nem tudhatjuk, hogy szükség esetén a magyar katonák egészségesen, vagy kísérleti szerek mellékhatásaitól küszködve fogják ellátni a szolgálatukat. A Mi Hazánk mozgalom kiemelten fontos területként kezeli a honvédelmi ügyét. Nagyra értékeljük és köszönetet mondunk a magyar katonák haza iránti szolgálataiért, és úgy gondoljuk, hogy a már eddig is többször bizonyított katonáink nem ezt a bánásmódot igényelnék. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! Képviselő nem fogadta el az államtitkári választ, ezért tájékoztatom önöket, hogy az elfogadott napirendünknek megfelelője a határozat holott arra mai ülésnapunkon sor kerül.